itt nálunk pávatemes pinkinekkel lehet találkozni. Ők Afrikából származnak, és ők Afrika egyetlen faja. Ez a pávatem elnevezés onnan jött, hogy a szemük körül van egy ilyen kis rózsaszínű csík, és a rózsaszínű csík ez szemüvegre emlékeztette a felfedezőjüket, és innen jött ez a pávatem elnevezés. Ahhoz, hogy Afrikában éljenek, ehhez szükség volt arra, hogy alkalmazkodjanak a melegebb időjáráshoz. És ahhoz, hogy a melegebb időjáráshoz alkalmazkodjanak, többféle dolog is kialakult a testükben, például ez a pápaszem is emiatt alakult ki. Itt hajszálerek találhatóak, amik segítenek ezeknek a pingvineknek a hőleadásban. Ezen kívül a színezetük is a hőháztartásban kapott szerepet részben. Ugye, ha megnézzük, akkor a hasuk fehér, a hátuk pedig fekete. Hogyha melegük van az állatoknak, akkor a fehér hasukat mutatják a nap fele. Ha pedig kevésbé van melegük, akkor pedig a fekete hátukat mutatják a nap fele, hogy így jobban megvilágítsa őket a nap, és akkor így jobban felmelegednek az állatok. És ez a színezetük még rejtőszínként is funkcionál. Ők a tengerben élnek, ugye repülni nem tudnak, hanem úszni tudnak, tehát a szárnyukat úszonyszerűen használják. Igazából a vízben repülnek tulajdonképpen ezek a pingvinek. És itt is fontos rejtőszínként, hiszen hogyha föntről lenézünk a tengerbe, akkor a sötétséget láthatjuk. És ilyenkor látjuk a pingvineknek a hátát, amíg beleolvad a környezetükbe. Ha pedig lentről kinézünk a vízből, akkor pedig a világosat látjuk, és ilyenkor a fehér hasuk olvad bele a környezetbe. Ez fontos, hiszen vannak ragadozók, például cápák, akik pingvinekre ragadoznak, illetve az ő zsákmányállataik miatt is jelentős. Ők halat esznek, és itt is halat kapnak tőlünk, heringfilét méghozzá. És nagyon fontos, hogy a gondozójuk kézből is tudja etetni őket ezzel a heringgel, ugyanis van, hogy gyógyszerezni kell ezeket az állatokat, vagy éppen vitamint adunk nekik, vagy éppen sótablettát. Például a madármalária gyógyszert is így szoktuk nekik beadni, hogy elrejtjük ebben a kis halban, és így kapják meg a pingvinek. Ha vitaminre van szükségük, akkor azt is ugyanúgy megkapják a halba elrejtve. Tehát a sótablettet ezt azért mondtam, mert van egy sókiválasztó mirigye ezeknek a madaraknak, ugyanis a tengerben a tengervizet isszák, ugye az élőhelyükön nem jutnak édesvízhez, és itt van egy sókiválasztó mirigye ezekben a pingvinekben, ami kiválasztja ebből a sót ebből a vízből, és akkor így meg tudják inni a vizet. Itt édesvizet kapnak, de szeretnék életben tartani ezt a mirigyüket, ezért van, hogy sótablettára is szükségük van ezeknek a pingvineknek. Szóval ez is felmerül, hogy hogyan ismerhetjük föl őket. Hát vannak a karjukon ilyen kis színes karkötők, ezek mindegyik pingvinnél másképp néznek ki. Így lehet őket a legegyszerűbben megkülönböztetnie a gondozójuknak. Viszont ha a hasukra ránézünk, akkor pöttyös láthatjuk, és mindegyiknek másmilyen pöttysorozat van a hasukon. És így tudják egymást is megkülönböztetni a pingvinek. Ez olyan, mint nálunk az új lenyomat, náluk így a hasukon vannak ezek a kis fekete pöttyök. Ha megnézhetjük, akkor nem minden pingvinek van meg ez a pápa szem, azok még fiatalabbak, ezek a pingvinek, akiknek ilyen szürkésebb a színezetük. Ők azok, akik a legtovább kín is maradtak, itt most már csak fiókák vannak, és a legfiatalabb pingvineink. És most, hogy már így a legtöbb pingvin visszatért, igazából a maga a pingvinség az véget is ért, még azért amik kimaradnak néhányan, addig még lezárva tartjuk a területet. A következő programunk pedig 16:30-kor kezdődik, amint az elefánt tréning lesz itt a szomszéd elefántoknál. Oda is várok mindenkit. Nem szabad, nem szabad, mondtam én, hogy hirtelen Azért már
Picikén, várjuk ki a végét, jó? Köszönöm, hogy mit csinálod azt, amit tőled elvártak, igaz? Neked ugyanezt mondhatnám az autó, hogy várj ki a végét, jó? Szeretem. Itt a csörgő. Erre a papírt az egyik, és szép a